Lehetőleg gyökerestől kell eltávolítani, különben jön a szankció. A büntethetőség szempontjából lényegében mindegy, hogy ez az egy szál van a kertünkben, vagy tömegesen fordul elő a ház körül. A növényeinktől elszívja a tápanyagokat, a pollennyire allergiás lakosság pedig kellemetlen tünetektől szenved, amennyiben nem írtjuk ki. Belterületen és külterületen különböző a felderítés és az eljárás. Ugye a belterületen a jegyző rendelkezik hatáskörrel a pollakfű elleni védekezésben, külterületen pedig a kormányhivatalnak, az agrárügyi főosztályának a növényvédelmi osztálya, aki eljár, viszont a földhivatal munkatársai azok a kollégák, akik felderítenek. Tehát egy alapfelderítés lehet, illetve bejelentésre megyünk ki, és beazonosítjuk a területet, és akkor az alapján indul el az eljárás. Egy központilag működtetett úgynevezett pollakfű információs rendszeren keresztül, tehát egy informatikai rendszer az, ami az egészet kezeli. A magok a föld bolygatásával kerülnek csírázó képes állapotba, amennyiben egy területet nem bolygatnak, a hazánkban honos gyomnövények 3-5 év alatt teljesen kiszorítják az adott területről a pollakfüvet. A szakember azt is elmondta, fontos, hogy megakadályozzuk a virágzást és azt, hogy a növény magot érleljen, mivel a pollakfű magja jó néhány évig is csíraképes maradhat. A jogszabály nem tesz különbséget, hogy 1-2 vagy 3 vagy 300 vagy 3 millió. Tehát ha találunk, akkor el kell járnunk, elvileg akár egy szám miatt is, természetesen a gyakorlat nem ez. A bírságnak a mértéke az két dologtól függ, pontosabban három dologtól függ, hogy belterületen vagy külterületen van a terület, hogy mekkora a terület nagysága és milyen a gyomborítottság. Ha alacsonyabb a gyomborítottság, tehát a nézetméterre számolva kevesebb gyom található, akkor alacsonyabb a bírság mértéke. Ez egyébként 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet, és ismételhető. A házi orvos elmondta, nagyon sokféle készítmény lehet segítségünkre abban, hogy átvészeljük az allergia szempontjából intenzív időszakot. Van, akinek egyik évről a másikra már teljesen súlyos, nagyon-nagyon komoly légúti tüneteket okozó pollen allergiája tud kialakulni. Nyilván azért általában ez a ritkább, de gyakorlatilag mindegyik egyébként azért manapság már jól kezelhető. Nagyon széles palettája áll rendelkezésre az antihisztaminoknak, tehát ezek ugye általában ilyen tablettás vagy gyerekeknek ugye ilyen oldatos készítmények, illetve ugye szemcseppek, orsprék állnak rendelkezésre, amivel meg lehet oldani ezeket az allergiás tüneteket, meg hát akinek van rá lehetősége, nyilván célszerű olyan helyen tölteni az időt, ahol a pollen koncentráció csökkent, ez általában ugye vagy ilyen hegyvidéki terület, vagy pedig ilyen tengerparti régió. Ha nincs lehetőségünk elutazni hosszabb időre, megoldást jelenthet az is, ha csökkentjük a szabadban töltött időt, illetve a kint tartózkodást próbáljuk a hajnali és az esti időszakokra időzíteni. Emellett igyekezzünk ruházatunkat és otthonunkat is nagyobb odafigyeléssel megtisztítani a pollenektől.